Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A Tatai Televízió napi híradóját látják március 20-án péntek este. Maradjanak velünk! A járvány megfékezése érdekében hozott változásokról tájékoztatott a polgármester. A szabadtéri tüzek veszélyeire figyelmeztetnek a katasztrófavédők. Zárva tart a könyvtár, de digitálisan segítséget nyújtanak az olvasóknak. Az új koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében Tataváros önkormányzata is rendkívüli intézkedéseket vezet be. A döntések nyomán bekövetkező változásokról a következő időszakban minden napi rendkívüli híradónkban beszámolunk Önöknek. A legfrissebb információkat Mihő József polgármester foglalta össze. Tisztelt tataiak, a mai napon a következő fontos információkat szeretném megosztani Önökkel. Azzal kezdem, hogy továbbra is felhívom a figyelmüket, hogy mind a Tatai Televízió adásai, a képújságja a ma megjelent Városkapu újságunkban, illetve a város honlapján figyelemmel kísérhetik a legfontosabb döntéseket, a legfontosabb információkat a koronavírussal kapcsolatban Tatán mi történik. Szeretném külön felhívni a figyelmet arra, hogy a város honlapján egy külön ablakot, külön pontot hoztunk létre, külön oldalt arra, hogy gyűjtjük össze az összes információt a koronavírus járvánnyal kapcsolatos információk megosztására. Néhány új döntésemet szeretném ismertetni. Az egyik az, hogy az Öregtó partjára tervezett strand létrehozására elkülönített összeget átcsoportosítottam egy az egybe a koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások fedezésére, és a munkatársainkkal megkezdtük annak a felmérését is, hogy az idei évre tervezett költségvetésünk számait, adatait hogyan kell módosítanunk ahhoz, hogy a későbbiekben is legyen feltétlen tartalékunk arra, hogy a járvánnyal kapcsolatos döntéseket finanszírozni is tudjuk. Következő napokban az önkormányzatunk számba veszi a leginkább rászoruló idős tataiakat, és folytatjuk a felkészülésünket az ő ellátásukra. Szeretném kérni az idős tataiakat, hogy fogadják a mi szakembereinknek a javaslatait, fogadják meg, és maradjanak otthon. Ne induljanak el sehova, így tudják csak óvni az egészségüket és a biztonságukat. Ha valakinek bármilyen ügyben nehézsége van, a családtagjai nem tudnak segíteni, a város áll készen létbe a segítségre, az itt olvasható telefonszámon a Szociális Alapellátó Intézményt bárki fölhívhatja segítségkérés ügyében. Nagyon köszönöm azoknak a tatai cégeknek a segítségét, akik már most felajánlásokat tettek a város számára, vagy nem tatai cég is van közöttük. Nagyon köszönöm, és köszönettel fogadjuk a további felajánlásokat. Két cég pénzbeli adományt ajánlott fel, az egyik a Derik Hungária Kft., a másik pedig a Földrakó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Nagyon köszönöm az ő pénzbeli adományukat. A város költségvetésébe kerül be ez az összeg, arra a sorra, amelyből elsősorban az idősek ellátását finanszírozzuk, a pénzbeli adományokat elsősorban erre fogjuk elkölteni, de ha másra, azt itt mindig be fogom jelenteni, illetve velük is közöljük. Két cég, Sárai Imre úr, a Depotrade 94 BT, italt és gabonapehely szeleteket ajánlott fel a raktárkészletéből. Ezeket a felajánlásaikat tovább irányítottam a Tatai Kórház, illetve a Tatabányai Kórház dolgozói számára, tehát az orvosok, ápolókat fogjuk ezzel segíteni. További felajánlás érkezett a Hell Energia Magyarország Kft-től. A Hell Energia Kft. 12 000 darab üdítőitalt ajánlott fel, ezt pedig folyamatosan az idősek ellátásánál fogjuk felhasználni a következő időszakban. Ha bárki bármilyen felajánlással szeretne élni, segíteni szeretne, az a polgármester@tata.hu e-mail címen megteheti, és korrekten papíron lelevezzük, és elszámolunk mindenki felé a felajánlásáról. Azokkal a városban működő cégekkel,
akik itt dolgoznak, ugye kb. 3000 tatai cég van, közülük egy jó 100 nagyon komoly létszámot mozgat és foglalkoztat. Folyamatos a kapcsolatunk, kb. 500 céggel napi e-mail kapcsolatban vagyunk, és szeretnénk ezt az e-mail listánkat bővíteni. Természetesen köszönettel veszem így, ha bárki bejelentkezik, a polgármester@tata e-mailen jelezze, hogy szeretné, hogy vele is napi e-mail kapcsolatban legyünk, és folyamatosan közvetlen tájékoztatást kapjon a kialakult helyzetről. Szeretném tájékoztatni a tatai utazó közönséget, hogy a Volánbusszal folytatott egyeztetésnek az lett az eredménye, hogy jövő hétfőtől, 23-ától tanszüneti menetrendben közlekednek a helyi közlekedésben az autóbuszok, tehát a helyi járatok közül kivesszük azokat a járatokat, amelyek csak iskolaidőben szoktak közlekedni, a többi autóbusz minden további nélkül ugyanúgy közlekedik, és ugyanúgy a járatok menni fognak. Így a Volánbusz is mentesíteni tudja az idősebb autóbusz vezetőit, és a város pedig megtakarítást tud elérni ezen a fronton, hiszen a helyi közlekedésnek a nagyon nagy részét a város maga finanszírozza. Szeretném azt is elmondani, hogy a mai napig az iskolások és az idősek számára milyen mennyiségű ételt szállítottunk ki. Kedd óta az iskolásoknak 436 adag ételt szállítottunk ki, a Szociális Alapellátó Intézmény az idősek számára pedig 296 adagot juttatott el. Látjuk, hogy naponta növekszik ez az igény, fel vagyunk rá készülve, csapataink harcban állnak, megvan a kiszállító csapatok, sőt már tartalékcsapataink is vannak. A főzési kapacitás maximálisan megvan, tehát bőven van lehetőségünk, és felhívom a figyelmet, hogy hétfőtől az óvodás gyermekek számára is ki tudjuk szállítani az ételt. Az óvodán keresztül kell megrendelni, tehát az a kérésem, hogy aki szeretné, hogy hétfőn az óvodáskorú gyermeke számára kiszállítsuk az ételt, azt tegye meg, hogy az óvodán keresztül ezt megigényli. Hatósági karanténban jelenleg 6 fő van Tatán, összesen 6 fő van Tatán házi karanténban. Ez azt jelenti, hogy ők nem betegek, nem vírushordozók, megfigyelés alatt vannak. Ez a 14 nap karantén arra szolgál, hogy aki egészségesnek érzi magát, semmilyen tünete nincs, róla is megbizonyosodjunk és meggyőződjünk, hogy biztosan nem beteg, ezért neki otthon kell lennie. Az ő ellátásukról is közösen gondoskodunk. Szeretném kérni a külföldről hazatérő tataiakat, hogy ők is felelősen járjanak el, és lehetőség szerint vonuljanak önkéntes karanténban. Kifejezetten kérjük ezt akkor, ha olyan területről jönnek, ahol a járvány már szintén elindult és ismert. Köszönöm a figyelmet a mai napra. Az enyhülő időjárás miatt egyre többen kezdenek neki otthonaikban a kerti munkálatoknak, emiatt jellemzően ilyenkor megemelkedik a szabad területi tüzek száma. A legfontosabb szabályokra és óvintézkedésekre figyelmeztetnek megyén katasztrófa védői. Fontos, hogy bizonyos dolgokra odafigyeljünk, amikor tüzet rakunk. Mindig legyen a tűz mellett oltóanyag, soha ne hagyjuk felügyelet nélkül. Az oltóanyag ez lehet víz, homok, esetenként tűzoltó készülék is. Fontos, hogy a szabadtéri tűzgyújtás, a zöld hulladék égetésére önkormányzati rendeletet alkotnak minden városba, illetve amelyik városba, településen nincsen erre önkormányzati rendelet, abban a városban tilos a zöld hulladékok égetése. Fontos, hogy ezekben a rendeletekben mindig megvannak szabva azok a napok, amikor tüzet lehet gyújtani, illetve hogy melyik időintervallum az, amikor növényeket égethetünk a kertünkbe. Ebbe az időszakba sajnos ugye még a száraz növényi részek kapcsán könnyen keletkezhet tűz, a terjedés egy kis széllel nagyon könnyen tűz kockázatát hordozhatja. Fontos, hogy ezeket a dolgokat betartsuk. Fontos ugyanakkor, hogy kültéren az égetés csak engedélyhez, vagyis bejelentéshez kötötten
folyhat le. Ez 5 nappal az égetést megelőzően a katasztrófavédelem helyi szervének jelezzük az égetési szándékunkat. A szabadtéri tűzgyújtás szabályait megszegők bírságra is számíthatnak, ez 20 000 forinttól akár 3 millió forintig terjedhet. Ez nyilván az okozott kár és a tűz mértékének függvényében változik. Nem cél, hogy bírságoljuk az embereket, ezért fontos, hogy a saját magunk és mások biztonsága érdekében betartsuk ezeket a szabályokat. Ha ezeket a szabályokat betartjuk, és mégis kikerülne ellenőrzésünk alól a tűz, minden esetben 112-es központi segélyhívó számon tudjuk ezt jelezni a tűzoltóknak, jön a segítség egyből. Figyeljünk oda, azt javaslom. A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel napok óta zárva tart a Móri Zsigmond Városi Könyvtár is. Az intézmény határozatlan ideig nem fogadja olvasóit, de a könyvtárosok naponta ürítik a művelődési ház előtt található úgynevezett biblioboxot. Közleményükben azt kérik, a lejárt határidejű könyveket ide helyezzék el. A könyvtár március 14-től április 30-áig késedelmi díjat nem számít fel. További kérdések esetén a könyvtárosok 8 órától 15 óra 30 percig munkanapokon a honlapon feltett kérdéseikre elektronikusan, valamint a 34-es körzet, 380-as, 281-es telefonszámon is a rendelkezésre állnak. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a magyari terv új változatának nyilvános fórumára kerül sor. Jövő hét hétfőn, március 23-án, 20 óra 15 perctől a Tatai Televízió élőadásában mondhatják el véleményüket, és tehetik fel kérdéseiket, melyre a polgármester válaszol majd. A vélemények kifejtésére és a kérdések intézésére előzetesen is van mód. Üzeneteiket a képernyő alján olvasható e-mail címünkön várjuk, továbbá az adás ideje alatt telefonon is hívhatják stúdiónkat a 34-es körzet 482-es 523-as telefonszámon. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét továbbá, hogy március 22-én vasárnap a 10 órakor és 18 órakor a történelmi egyházak helyi vezetőinek prédikációját és igehirdetését tekinthetik meg a Tatai Televízión. A Tatai Szociális Alapellátó Intézmény munkatársai várják azok hívásait, akik a járványügyi helyzettel kapcsolatban ellátásuk terén segítségükre szorulnak, például az idősek, a karanténban lévők vagy a nagycsaládosok. A munkaidőben és az éjjel-nappal hívható telefonszámokat a képernyő alján láthatják. Fogadónapot hirdetett Rigó Balázs alpolgármester március 26-án csütörtökön 14 óra 30 perctől 16 óra 30 percig várja a hozzáfordulókat hivatali helységében a Kossuth tér egy szám alatt az első emelet 103-as szobájában. A találkozó előzetes telefonos egyeztetéshez kötött, ezt a 34-es körzet 588-611-es számon jelezhetik. Rövidebb nyitvatartással várja ügyfeleit a Nemzeti Adó és Vámhivatal Tatabányai ügyfélszolgálatán is. Hétfőn és szerdán 8 óra 30 perctől 16 óráig, kedden és csütörtökön 8 óra 30 perctől 12 óráig, még pénteken 8 óra 30 perctől 11 óra 30 percig várják önöket. Az intézmény munkatársai továbbra is azt kérik, személyesen csak azok keressék fel az ügyfélszolgálatokat, akiknek feltétlenül muszáj. A kialakult közegészségügyi helyzetre tekintettel a Tatán tervezett lomtalanítást ősszel tartják meg. A lomtalanítás keretében ugyancsak ekkor, azaz majd ősszel rendeznek elektronikai és veszélyes hulladékgyűjtést. A házhoz menő szelektív és zöld hulladékgyűjtést az előre meghirdetett időpontokban a Vertikál ZRT alvállalkozója, az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit ZRT a továbbiakban is elvégzi. További információért ezzel kapcsolatban a tata.hu weboldalra kattinthatnak. Péntek esti híreinket összefoglaljuk még egyszer röviden. A járvány megfékezése érdekében hozott változásokról tájékoztatott a polgármester. A szabadtéri tüzek veszélyeire figyelmeztetnek a katasztrófavédők. Zárva tart a könyvtár, de digitálisan segítséget nyújtanak az olvasóknak.
Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Március 20-án péntek este a Tatai Televízió napi híradóját látták. A képernyő alján olvasható elérhetőségeken. A továbbiakban is várjuk észrevételeiket, javaslataikat. Én szép estét kívánok Önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is. Viszontlátásra!